A magyar közút folyamatosan próbálja formálni az autósok, valamint a közutak mellett lakók szemléletét. Tavaly Jobb, ha el sem dobod címmel indított kampányt annak érdekében, hogy világossá váljék, az út és az út széle nem hulladéklerakóhely. Néhol még önkénteseket is bevonva szedték a mások által eldobott szemetet a közutasok, 10 000 tonnányi gyűlt össze. Ezen a héten a megyében is nagy erőkkel folyik a közutak és azok környezetének megtisztítása. Például 2020-ban nagyságrendileg 100 millió forintot költöttünk szemétszedésre, illetőleg az összegyűjtött szemétnek az elszállítására, ami körülbelül olyan 12.500 munkaórát emésztett föl, és ez egy 530 tonnányi szemetet jelentett. Nem ritka, amikor több teherautónyi elhasznált gumiabroncsot kell a kollégáinknak elszállítania, vagy szintén teherautó mennyiségű bontott építési törmeléket. A tavalyi országos akció költsége megközelítette a 1,5 milliárd forintot. A Magyar Közút szerint ezt az összeget, illetve a hulladékszedésre, szállításra fordított munkaerőt az utak állapotának javítására is lehetett volna fordítani.